Vendégem a műsorvezetőtársam újra, Bojs Trutko, Ambrus Attila, jó reggelt, és köszöntöm Nagy Lászlót. Szabó Lászlónak hívjuk. Szabó Lászlót, bocsánat, mert Nagy Szabolcs, ő a Váza nyertese, te pedig a Pulitzer díj nyertese. Na hát, Trutko, mondd el röviden, hogy miért is vagytok itt tulajdonképpen, ugye? Nagyon röviden, a koronavírus járvány kellős közepén úgy határoztam, vagy úgy döntöttem, hogy én úgy gondoltam legalábbis, hogy ha a tűz és a víz össze tud fogni, akkor meg tudja mutatni mindenki más, például politikusok is, hogy mennyire sokat jelent az összefogás, és ezért én a Pulitzer emlékdíjamat, a legrangosabb újságíró díjamat árverésre bocsátottam, és felhívtam Ambrus Attilát, aki az első szóra igent mondott, és azt mondta, hogy óarany mázzal a legszebb alapanyagból legszebb bázát fogja elkészíteni, és hogyha úgy gondoljuk, akkor bele gravírozza a vési íget, én nem tudom, hogy hívják ezt nálatok a győztesnek a nevét, ez a licit lezárult. Szabó úr 33 másodperccel a záró határidő előtt, pénteken este 7 óra. Így kell ezt csinálni. 59 perc, 27 másodperckor megtette a tétjét, amit elárulhatunk, hiszen nyilvános volt, ez 600 000 forint volt, és ezért, hogyha egyszer ki tudom nyitni, mert az eredeti doboz, akkor ez a Pulitzer díj rajta, a nevem, meg a dátum, amikor kaptam, és akkor én, bár készfogás sajnos meg is nem lehet, tőle akkor szívből gratulálok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, szóval ez az én részem a dolog. Laci, mesél, mert tegeződtünk, úgyhogy most már tegezlek. Meséld el, hogy jött neked ez, hogy te meg akarod szerezni ezt a Pulitzer díjat, és egyébként ez egy felajánlás lesz, majd azt is elmondjuk, hogy pontosan mire. Nyomon követem a Trutkónak az oldalát is, és minden évben szoktunk felajánlani különböző összegeket, és most úgy gondoltam, hogy ebbe az évbe ezt az összeget erre szálljuk. És figyelted egyébként? Ugye meddig lehetett licitálni? Természetesen, figyeltem. Péntek este 8 óráig, és 7 óra 59 perc. Igen, de hány napig? Tehát előtte azért egy hétig lehetett. Amit túlicitáltak, akkor döntöttem el, hogy akkor figyeljük pontosan, hogy mikor fog lejárni a licit vége. Ugye 90 000 forintról indult, így ment el 600 000-ig a Pulitzer. Jó. Hol lesz a helye, hadd kérdezzem meg? Miskolcon, ugye? Miskolcon otthon, a nappaliba. Egyébként szerintem ez egy jó barátság kezdete. Szeretem Miskolcot is, és nagyon-nagyon szimpatikus volt László, amikor felvettük a kapcsolatot. Tudtam, hogy ő ezt meg akarja szerezni, úgyhogy örültem neki. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Ezt az egészet. Egyébként ha azt hadd kérdezzem meg, hogy te kifejezetten tehát a tárgyra, mint a Pulitzerre, vagy pedig említetted, hogy kiket szoktatok támogatni, mondjál két mondatot erre. Baptistákat is támogattuk már. A támogattuk, az mit jelent? Ti, a céged, család. Vállalkozásod, családod? Hát a magánemberként. Magánemberként. Uh-huh. Attilának is volt egy korábbi árverése, felajánlása. Már ismerjük egymást régóta. 2018-ban őket támogattuk, meg általában kiválasztunk egy rászoruló kislány, kisfiút, és akkor egy összegű egy. Hát azért milyen kicsi a világ, hogy még ti is ismeritek egymást egyébként. Ez azért voltam teljesen... nálam meghívott, volt egy közönség találkozó, és az ő éttermében tartottam előadást, és többször voltam a műhelyemben is, úgyhogy igazából így megvan a véletlenek. Nincsenek véletlenek. Nincsenek. Na, a telefonvonalban itt van már velünk Szilágyi Béla, ő a Baptista Szeretett Szolgálat alelnöke, és hát azért van itt, mert hogy a felajánlás az ugye tulajdonképpen ide megy. Jó reggelt! Kedvét szoktam, jó reggelt kívánok! No, mire fogják fordítani ezeket az összegeket? Mindenkelőtt hadd köszönjem meg mindkét úrnak a licitálást, illetve az adományozást, illetve azoknak is, akik korábban licitáltak, vagy más módon segítséget nyújtottak. Két irányba fogunk menni az adományokkal. Egyrészt olyan időseket fogunk támogatni, akik idős otthonban élnek, másrészt pedig olyan időseket, akik egyedül élnek a saját lakásukban vagy házukban, tehát önmagukat kell, hogy ellássák. Tartós élelmiszereket fogunk vinni, vitaminokat, hogy a szervezetük az felkészült legyen, és tudjuk erősíteni az immunrendszerüket, valamint természetesen úgymond védőfelszerelést, tehát maszkot, fertőtlenítőt fogunk vinni, illetve amikor már egy kicsit jobban lemegy ez a vírus időszak, akkor a kollégáink személyesen is folytatni fogják azokat a látogatásokat, amik egyébként az idősek nagyon hálásak, hogy van kivel beszélgetni.
Közben itt történt egy helycsere itt a telefon alatt, a stúdióban már Nagy Szabolcs van itt, ő a padlóváza licit nyertese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Na, hogy sikerült megszerezni ezt a vázát? Hogy találkoztál ezzel? Hát magával a licit felajánlással a Frutko Facebook oldalon ismerkedtem meg, és ellentétben az előző vendéggel én azt mondhatom, hogy soha életemben nagyobb összeggel nem jótékonykodtam, nem adományoztam, és ideje ez úgy érett bennem, hogy talán itt lenne az ideje, és most ugye járvány okozta helyzet kapcsán, azt hiszem, hogy eljött az idő, mert el kell mondjam, anyagilag, szakmailag minket, én saját vállalkozásomat ez nem érintette, viszont nagyon sok ember került nehéz vagy lehetetlen helyzetbe. És úgy gondoltad, most jó helyen lesz, hogy nem most, így gondoltam, igen. És akkor találkoztam ezzel a dologgal, és kellett hozzá, ez ugye az első része a történetnek, a másik pedig, hogy kellett hozzá mellettem ülő két ember, aki ugye meg kellett ott szólítsanak itt így médián keresztül, figyelemmel kísérek és tisztelek. Azt hogy döntötted el, bocsánat, hogy a váza vagy a díj? Tehát rögtön a váza, vagy licitáltál mindkettőre esetleg? Nem licitáltam, nem, csak az egyikre, csak a vázára. Van objektív oka is, talán az első, hogy a vázán állt úgy a licit, hogy azt még család anyagilag szóval megengedhettük magunknak, a másik pedig közel áll hozzám az Attila munkássága, a kerámia. És egyébként dolgok. Te még ráadásul euróban is utaltál, mert akkor itt is udvar, és megemlítem, itt is a kezdő licét jóval több mint a duplájára ugrott, ugyanis felvidékről érkeztél, tehát eleve át kellett jönnie, hogy el tudja vinni, mert hogy ugye a karanténhelyzet miatt a határok most nem olyan egyértelműek. Attila, mondasz két mondatot a vázáról? Igen, kell csinálni még egy vázát, mert ezt még az éjszaka égettem, és túlszárítottam a vázát, és van benne egy pici technikai probléma. Azt most kijavítom, és a Szabolcsal megbeszéltem, hogy körülbelül egy-két hét múlva személyesen szeretném átadni a másik vázát, mert ugye itt az volt a probléma, hogy két hétig én ezt a vázát szárítottam. Uh-huh. Az alsó része túlszáradt, a felső része meg nedves maradt, és ugye nagyon fontos, hogy amikor összeillesztünk két terméket, két agyagot, akkor egyenlő vízmennyiség legyen mind a kettőben. Uh-huh. És itt azért picit túlszáradt, nem esik szét, használható, minden rendben van, csak nekem nem tetszik, úgyhogy még van egy tartalékváz, amiről meséltem, hogy igen, azt mondtad az, amúgy, igen, hogy kettőt csináltál akkor? Kettőt, igen, formát? És a másikban még nem gravíroztam bele, az még ugye zsengélés előtt áll, tehát az első égetés előtt áll. Azt most hazamegyek, benedvesítem a tetejét, és akkor újból belegravírozom, és akkor az remélem, hogy egyben marad. Na most mi az az óarany, amiről nekem már, én 3 héttel ezelőtt igaz se tudtam, mi az az óarany, azóta ezerszer elmondtad, már még mindig nem tudom, és tudom, hogy különbe kellett szerezned, tehát mi ez a máz? Ez egy elég drága máz, és annak az a apropója, illetve nem apropója, az eljárása, hogy magasabb hőfokon kell égetni, mint az átlag mázakat, plusz hőntartást kell alkalmazni, ez azt jelenti, hogy 25-30 percet tartom az 1050 fokon, és attól berepedezik. És olyan ilyen antikolt hatása van tulajdonképpen, olyan, mint hogyha a valami ásatásból szedni elő az ember, és ettől megvan az a patinája, hogy gyakorlatilag nem egy letisztult forma, hanem valóban van egy ilyen rusztikus hatása. Na most akkor ezt gyakorlatilag mind a hímes tojást viszed a Felvidékre? Hát remélem, igen. Hát hoztál ilyen újságpapírt, meg ilyen. Mindent hoztam, tehát én. Pokrót csomagolt a feleségem, igen. De hát akkor találkoztok még, akkor ezek szerint. Találkozunk, úgy, és akkor a másikat is, úgyhogy két vázát fog kapni tulajdonképpen. Jó, én így, hogyha annyiban kiesetek a szerepemből így a elbúcsúzásként, vagy búcsúzás előtt, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki licitált. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a licit nyerteseknek, hogy mindvégig versenyben voltak. Köszönöm szépen a Baptista Szeretetszolgálatnak, akik ezek szerint 810.000 forintot fognak a legrászorultabbakhoz eljutatni, forintra pontosan az utolsót is, és mindenek előtt köszönöm szépen Ambrus Attilának, aki az első szóra megtette, aki dolgozott vele, és aki még látszik, hogy az utolsó pillanatban is annyira igényes, hogy még az utolsó utáni pillanatban is dolgozni fog. Én és valaki gondolom, köszönje meg neked is, köszönjük neked, ja, hogy egyáltalán kitaláltad ezt az egészet egyébként. Én úgy gondolom, hogy amit az elejétől kommunikáltunk, ha a tűz és a víz együtt tud dolgozni, akkor talán még akár a politikusok is tudnának, meg sokan mások. Köszönöm szépen mindannyiatoknak. Köszönjük. Köszönjük szépen. Nézőknek is köszönjük. Holnap jövünk. Minden jót. Viszontlátásra.